Sziasztok! Ma egy rég elfeledett játékot szeretnék bemutatni nektek, ez a Slaughters of Anarchy. A Silver Style fejlesztette 2002-ben. Ez egy stratégiai RPG RTS játék. A lényege, hogy a történet szerint egy vírus megfertőzte az embereket, és emiatt anarchia alakult ki. A megmaradt túlélőket pedig gerillák és, ahogy a játékban nevezik, parittyások keserítik meg az életüket. Mint láthatjátok, az intro egész jó, 2002-höz képest meg főleg. Tehát a grafikára viszonylag nem lehet panasz. Az irányítással már lesznek gondok, de erről majd később. Egész jól meg van szerkesztve, a zene hozzá is egész jó. Bár kicsit olyan sablonos szerintem. Jó, igen, tudom, a történet is elég klisés, hogy vírus okozta, apokalipszis lett megint a Földön, de ez mégsem számít, hiszen a játék a kezdettől fogva bevisz minket a világába. És ezt a játékot már önmagában nehéz megszerezni, betölteni, mert nagyon kevés helyen maradt meg a szinkronos változata. Ugyanis ehhez a játékhoz készült egy magyar szinkron. Jó, igaz, low budget lett, mert a legtöbb embernek ugyanaz az ember adja a szinkronját, és ez egy-két olyan zavaró lehet számunkra. De ez mégsem lesz el az élményhez, hanem inkább hozzáad. Végre egy játék, amit meg tudunk érteni. Mert nem csak magyar feliratok van benne, hanem magyar szinkron is. És sajnos a mai játékiparban egyre kevesebb az olyan játék, amihez készül szinkron. Nem tudom, látjátok-e ezt a felvételt, ahogy darabokra hullik ez a lövedék, ami szétrobbantja ezt a tankot. Hát nem hihetetlen? Ezt meg tudták csinálni 2002-ben. Gondoljatok bele, és ez egy szerintem kis költségvetésű játék, szóval látszik benne, hogy a fiúk többet akartak, de csak ennyi fért ki a pénzből. Az intro után helyből ez a kis helyes menü vár minket. Mint láthatjátok, ez a hullat is, viszont néha bugokat produkál a hang. Érdemes levenni itt a hangbeállításoknál a hangot, mert rohadt hangos lesz. Én ezt már meg is tettem. Aztán szerintem menjünk is vissza, és kezdjünk el egy új kampányt. Írjunk be valamit azonosítónak, legyen mondjuk Neo. Azonosító, oké. Van oktató kampány is, meg szerintem most kezdjünk el egy új kampányt. Ugye megnézhetjük a történetet is. Legyen könnyű fokozaton, nem akarom magamat megszivatni. Megvárjuk a betölt. Kerek 8 FPS-sel. Jó, tudom, az akkori korra jellemző, szóval nincs ezzel semmi gond. Egyébként a játék elfut egy mezei 98. Oké, kint vagyunk. Milyen odakint a levegő? Nos, még mindig lélegzünk. A levegő a gyerekkoromra emlékeztet. És minden csendes, leszámítva a szelet. Reméljük, ilyen idillikus is marad. Először menjetek a kis parancsnoki poszthoz, aztán pedig a gáthoz, és robbantsátok fel. Különben soha nem jutunk ki ebből a völgyből. Először a parancsnoki poszt, aztán a gát. Oké, rajta vagyunk. Ahogy hallhattátok, a játék magyar szinkronnal rendelkezik, ami igen csak ritkaság a játékok esetében. Ugyanis a legtöbb játék ma már angol szinkronnal készül. Na, jelöljük ki a összes játékost. Na, jelöljük ki. Mindenrég játszottam már ezzel. És küldjük el őket a bázisra. Na, gyertek oda. Ja, egyébként az irányítás is nagyon egyszerű, a kamerát úgy tudjuk mozgatni, hogy felvisszük az egeret, akkor felfelé megy, ha balra, akkor balra megy, ha jobbra, pedig jobbra. Egész nagy a látótávolság szerintem. Nincs is vele semmi gond, igazából a grafika is megfelelő, főleg egy ilyen játékhoz, és
2002-höz képest. Meg alapvetően ez egy low budget játék, tehát a Tesco-ban anno én 500 forintért láttam. De meglepő, hogy a Metacritic-e milyen jó pontszámot kapott. Na, menjünk oda ehhez a kis bunkerhez. Nem is igazából bunker, ilyen kamuflás. Ott találunk majd egy medvét, akit ha lelövünk, a dobozokból ki tudunk venni tárgyakat, amik fontosak számomra. Fegyvert, lőszert, első segélycsomagot. Egyébként maga a játék egy ilyen stratégiai RPG-RTS, tehát ha megsebesülsz, akkor medikittet kell használni, a karakterek nem visszamenthetők, tehát ha megölnek egy betegkor, akkor az meg is hal, viszont cserélődnek az emberek. Tehát későbbiekben kapunk embereket, de nem túl sokat. Tétlenül viselkednek, vagy néznek ki úgy, ahogy megszoktuk. Nos, ez biztosan úgy néz ki, mint egy medve. És nem néz ki túl barátságosnak. Ha bármi probléma lenne, csak lőjétek le! Azután pedig biztosítsátok a parancsnoki posztot. Azon vagyunk. Na, akkor utasítást is kaptunk, hogy lőjük le a medvét. Egyébként hangulatos a szinkron és jó hallgatni. Igaz, hogy a legtöbb személynek ugyanazok adják a hangjukat. Ugyanúgy a kis költségvetésű játékról van szó. Egyébként a kamerát a numerikus billentyűvel is tudjuk mozgatni. A 8-assal fel, a 6-assal pedig le. Nem, a 6-assal jobbra, a 4-essel balra, a 2-essel pedig le. Rá is tudunk zoomolni az egy adott területre a görgőgombbal. Vegyük is fel a dobozokban lévő cuccokat. Jó, kaptunk egy két udzit, meg lőszert. Az egyiket odaadhatjuk mondjuk a társunknak, a másikat pedig cseréljük ki. A játék érdekessége, hogy medikittes nélkül is gyógyíthatóak az ellenfelek. Így ha megsebesülne, vagy elhagynánk a medikittest, akkor is fel tudjuk éleszteni bajtársunknak az életelejét, ha is növelni tudjuk. Adjuk oda ezt a lőszert, meg az ucit is a társunknak, és akkor ő is meg tudja magát védeni. Nyilvánvalóan ez akkoriban egy multiplayer orientált játék volt, tehát ezt csapatban játszva sokkal nagyobb élvezet játszani. Ez egy taktikai játék. Igazából, hogyha nem akartok szenvedni vele, akkor a fejlesztők erre is gondoltak, ugyanis van benne egy cheat rendszer, amit ha jól emlékszem az Enter gomb megnyomásával érhettek el. És ilyen kódok vannak, mint a végtelen élet, a végtelen lőszer, aztán felgyorsíthatjátok az embereket, tehát ha nem akarjátok, hogy lassan oda cammogjanak, akkor van egy kód, amivel gyorsabban mozognak, ha megnyomjátok a T-t vagy a Z-t. Érdemes megnézni a cheat kódok listáját, hogyha nem akartok szenvedni vele. Bár aki szereti a kihívást, mint például én, az nem használ csalást. Csak akkor, hogyha nagyon muszáj. Na, nézzük, hogyan lehet meggyógyítani. Megvan. A jobb egér gomba, rá kell klikkelni az emberre, és ott van egy első segély. Látjátok, most fel is töltődött az élete, és eltűnt az első segélycsomagunk. Na, akkor jelöljük ki őket. Jó. És menjünk el a végre a bázis felé, ahova utasítottak minket. Nézzétek már, merre mennek. Én csak véletlenül sem átvágnának a hídon, hogy elmenjenek odáig. Nem. Ők a legbonyolultabb útvonalat választják. Nézzétek meg, azon a dobon simán át tudnának kelni, és külön válnak. A katonák sosem válnak külön.
egyben vannak, hiszen nagyobb erőt, nagyobb tűzerőt tudnak kifejteni együtt. Ott láthatjátok citromsárga nyíllal az ellenfeleket. Ezek azt jelentik, hogy nem ártalmasak. Hogyha narancssárgal jelenik meg valamelyik ellenfél, az azt jelenti, hogy felfigyeltünk rá, és veszélyt jelenthet. Ha piros, akkor meg már támadnak minket. Na akkor támadjuk meg az ott lévő farkasokat. Látjátok, át is váltott pirosra a nyíl, és megpróbálnak minket támadni. Nézzük, milyen sikerrel járunk. Ajjaj, ezek ki fognak minket nyírni. Nézzétek meg, szanaszét fosztanak az emberek. Két ember nem tud legyőzni egy farkast. Ahelyett, hogy együtt mentek volna, és együtt nyírták volna ki őket, külön mennek. Próbálom rájuk irányítani a támadást, hogy sikerüljön végre lelőni őket, és ne legyenek a sarkunkban. De a farkasokból egyre több lesz, és ezek csak most gyűlnek össze. Fuck! Úristen, ezek nem is szárolnak minket. Nézzétek meg, nem tudok semmit tenni. Hiába próbálom rájöfíteni őket, hogy lőjönnek, mi rájkezdenek lőni, rég halottak vagyunk. Sikertelen küldetés. Bassza meg. Na jó, kezdjük újra. Hol is kell újra kezdeni a játékot? Miért nincs kint a főmenüben az újrakezdés? Ez egy kilépés a játékból? Talán ott van. Á, nem hiszem. Na nézzük meg a... Bazd meg, és a kilépés a játékból nevű almenüben rakták bele. Itt van az újraindítás. Nem az lenne a célja, hogy oda rakják ki a főmenübe? Na jó, akkor várjuk meg a... Nem bírom tovább, be kell raknom valami zenét. Ez jó lesz. Okay, és akkor kezdjük előről a játékot. Jaj ne, még egyszer meg kell hallatni a szinkront. Na jó, én ezt átkippelem, bocs srácok. Na akkor jelöljük ki megint őket. Akkor menjünk oda a bázishoz. Ja igen, a medve kimaradt. Bocs. Akkor menjünk oda a medvéhez, lőjük le megint. Hát, ha most nagyobb sikerrel járunk, vegyük el tőle a fegyvereket, most nem a medvétől. De értitek, szóval menjünk oda, lőjük le, vegyük el a fegyvereket. Szerintem az Uzi nélkül semmit nem érünk a farkasok ellen ezekkel a berettákkal, ezt simán kiírnak minket. Egy perc alatt. Úristen, milyen lassan mozognak ezek. Támadjátok meg, gyerünk, merre vettek. Egyébként a zöld nyíl jelzi a játékosainkat. Oké, megint átszkippeltem a szinkront. Na, jelünk. Selőjünk. Esélye nincsen. Látjátok, ha csapatban vannak, akkor nem tudnak megtámadni minket. Akkor van a baj, amikor szárta osztanak, és ezek mindig külön mennek. Na, vegyük fel a fegyvereket, meg némi lőszert. Amúgy egész jól kidolgozták a fegyverek képét is szerintem. 2002-es játékhoz képest szerintem nagyon jó ez a grafika. Tudom, már mondtam párszor, de akkor is. Nézzétek meg, ez egy stratégiai játék, nem kéne jól kinéznie, és mégis tök jól néz ki igazából. A látótán meg egész jó. Szerintem tanulhatnának a mai játékok is tőle. Az elején betölti a scripteket, nincs akadás, meg semmi sem. Nézzétek meg. Na igen, ott hagytam némi lőszert. Na, azt hiszem, hogy most már mehetünk. Nem is
is kell senkinek az életedet feltöltenem, ugye megjön, nem tudom, ott áll a minket, lejöjjük ki őket, és akkor menjünk oda a bázishoz, robbantjuk fel végig azt a rohadt gátat. Remélem ezúttal a farkasok nem cincálnak széjjel. Nézzétek meg, teljesen külön válnak, két útvonalon mennek. Nem hülyeség? Egyébként hangulatos, hogy vannak tücsök hangok is. Zene is lenne, de mint mondtam, olyan hangos és annyira konfigurálhatatlan, nem fél össze a Frex-el, hogy inkább kilőttem. Na, szarvasok, meneküljetek, és ugye ott vannak a farkasok. Reméljük ezúttal több szerencsével járunk. Na, milyen haragosak lettek. Na, támadjuk meg őket. Ahhoz már ott a segélyünkben is van 2, 3. Mondjuk nem tudom, hogy a játék működben, de milyenféle vagy képesek vagyunk elválni ilyen minimális tégeről. Jó, egy embert elvesztettünk, viszont a többivel sikerült megvédenünk magunkat. Na, menjünk is a bázisra, jelöljük ki a maradék embert. Felvehetjük a bajtársaink fegyverét, ez is milyen jó gondolat. Ugye milyen jó, hogy a fejlesztők erre is gondoltak? Ide kevesebb játéknál találom ezt. Na, menjünk oda. Alapjában véve szerintem mindenki kedvet kaphat ennek a játéknak a játszásához. Csak egyetlen probléma van vele. Nagyon ritka a szinkronos változat. Szerintem már nem is forgalmazza se a Tesco, se pedig más áruház. Letölteni meg nagyon nehézkes. Talán egy vagy két helyen van még fent a játék, Encore-on és pár elit torrent szerveren. Igen, meggyógyítjuk. Na, szálljunk be abba a Hammerbe. Ahol is kapni fogunk majd egy szinkront. Milyen jó lenne, mindenki beszállna. A végre. Sajnos a Hammerhez győszert nem kaptunk. Találtunk egy járművet. Egy Hammer. Egész évnek látszik. Még egy öreg napszemüveg is van a visszapillantó tükör mögött. Egy szép géppuska is van rajta. Viszont lőszer nincs. A mázlisták vagytok, még gurul is. Remélem is. Nem vagyok oda ezért a sok gyaloglásért. Talán nem mondanád rám, de 10 abban a beton börtönben eltöltött év után még nem vagyok teljesen kész a maratonra. Egyszerűen csak öregszel. Kösz szépen. Figyelj, de csak a gát miatt izgulj! Na, most ezután a jó kis párbeszéd után menjünk is a gárhoz. Egyébként jó, hogy viccelődnek egymás között a bajtársak. Megvan közöttük az a feszült hangulat, de nem is a feszült hangulat, hanem az összetartás. Hogy ennyi évig együtt voltak érezni a hangjukon. Na, térjük ki a Hammert és menjünk oda. Fontos, hogy a játékban csak úgy haladhatunk, ha kijelölünk valami járművet vagy objektumot. Itt a farkasok milyen évesek lettek, látszik, hogy meg akarnak támadni minket. Várjunk egy kicsit, amíg elvonulnak, mert ha kiszállnék, ezek azon nyomban széttépnének engem. Ugye a küldetést elbuknám. Látjátok, amint várok, ezek elhaladnak. Mindegyik még visszanél, és meg akar támadni, de azt látják, hogy nem szállok ki az autóból. Úgyhogy most már kiküldhetem a robbantás szakértőt, mert is az... Igen, ezek farkasokra. Elmentek, elég távol vannak, akkor válaszok ki a robbantás szakértőt. Nem ő az. Sem, akkor el is lesz. Jó. Szálljunk ki vele, a dupla tükkel lehet kiszállni. Mondjuk egy géppisztolyt nem állt fel közébe adunk, hogyha esetleg a farkasok visszajönnek. Mindig.
Tegyük le a bombát oda. Itt vagyunk a gátnál. Nem jót akartam kijelölni. El is felejtettem, hogy ilyen úgy. Reméljük elég lesz a robbanóanyag. Bármi ötlet, hogy mi várnál. Mondjuk a gát az elég igénytelenül van megcsinálva, de hát 2002-től van szó. Ha már egyszer felrobbantottuk ezt a kis apróságot, nem rakhatjuk csak úgy vissza, mint a dugót az üvegbe. És milyen választási lehetőségeid vannak? Eltöltöd egész hátralévő életedet ebben a völgyben, farkasokkal és medvékkel körbevéve? Jól van, jól van. Lássunk munkához. Igen, és látjátok, hogy van egy egész jó kis története. Tehát megfontolják, hogy felrobbantsuk fel a gátot, hiszen ha felrobbantják, utána bármely veszély rájuk várhat. Na, tegyük le a bombát. Nem az, hogy azonnal felrobban, hanem hogy még beállíthatjuk az időpontját, hogy mikor robbanjon fel a bomba. Legyen mondjuk 35-40 másodperc, és szálljunk vissza a kocsiba. Ennyi egyébként kell a fura irányítás miatt, meg amíg beszáll a kocsiba, kijelöljük a kocsit, és amíg hátra tolatunk. De ennyi pont elég. Megvárjuk, amíg letelik az idő, és akkor felrobban a gát. A gáton túl egyébként el fogunk kérni egy guberálóhoz. A guberáló azzal foglalkozik, hogy a háború után visszamaradt cuccokat összegyűjti és eladja. Tehát például tankokat, fegyvereket, ilyesmit. Egy hullát is felébreszthet, ne olyan hangos volt. És az a masszív porfelhő kilométerekről látszódhat. Ha van még néhány túlélő a környéken, most már biztosan tudnak rólunk. Értettem. Elsődleges célunk, hogy kapcsolatot teremtsünk más emberekkel. Már ha valaki túlélte. Szükségünk van némi információra az elmúlt 10 évvel kapcsolatban. De legyetek óvatosak. Nem tudjuk, mi vár rátok odakint. Szeretnélek még egy darabban látni titeket. Óvatosak leszünk. Nincs kedvem rögtön a szabadságom első napján fűbe harapni. Azonnal szólunk, amint lesz valami jelenteni való. Egyébként a játéknak nincsen fix befejezése, 2 befejezés közül választhatunk, majd a végén. Ez is bámulatra méltó, hogy a fejlesztőnk már 2002-ben és ilyen kis költségvetés mellett is ránk hagyják, hogy hogyan szeretnénk befejezni a játékot. Tudom, hogy ez ma már megszokott dolog, illetve hát elég sok játékban található, ez 2002-ben nem volt annyira megszokott dolog. Na, akkor keressük is meg a guberálót. Egyébként figyeljétek meg, milyen érdekesen megy az autó, hogy csak véletlenül sem megy egyenesen. Olyan, mintha berúgott sofőrök lennének a katonai bázisban. Ilyenek védik a hazát, te jó Isten. Nem is kaptak jogosítványt. Igen, ott a telephely, ahol el szeretnénk jutni. Egyébként a sárgával jelzi a másodlagos célpontokat, a zölddel pedig az elsődleges célpontokat, ahova mennünk kell. Jó, akkor keresjük is meg a járműnket, éppen hol tart. Küldetés szíjai füssültek. Egyébként változó, hogy éppen kiszólal meg, azt hiszem attól függ, hogy kiszállítójel a kocsiba. Hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Egyelőre ez az első rész, de lesz belőle több is. Sziasztok!